Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Segítik az innovatív vállalkozásokat pályázati forrással. Fórum a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarán. Fenntarthatóság, divat, szemléletváltás. Csökkentenék a ruhaipar okozta természeti károkat. Pedagógus kutatói pályadíjat nyert egy pécsi tanárnő. Az elismerést az MTA elnökétől vehette át. Vármegye napi ünnepi közgyűlést tartott a Baranya vármegyei önkormányzat. Idén Komló városa adott otthont az ünnepségnek. Innováció a KKV szektorban. Ezzel a címmel tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményen elhangzott cél, hogy hazánk a világ élvonalába kerüljön az innovatív vállalkozások versenyében 2040-re. Most olyan pályázati lehetőség nyílik meg előttük, ami a cégek hatékonyabb, versenyképesebb működését segíti. Miért kell és hogyan kell segíteni a magyar kis- és középvállalkozói szektort, hogy minél innovatívabb legyen, ezzel pedig a versenyképességüket, gazdasági teljesítményüket növelni? Erről tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az a célunk, hogy a magyar tulajdonú vállalatok erősödjenek meg, és az általuk előállított GDP tudja növelni az ország teljesítményét, és ennek érdekében támogatjuk a KKV-kat. Az innováció számunkra ugye mindenre a megoldás az innováció. Ez az ábra azt mutatja be, hogy miért is kell az innovációt támogatni. Két időszak van egy vállalat életében, amikor magas hozzáadott értéket termel, az egyik, amikor kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkozik, a másik pedig az értékesítés pillanatában, tehát amikor befolyik hozzá a pénz. A főosztályvezető elmondta azt is, hogy 2040-re szeretnék, ha a magyar cégek a világ innovatív társaságainak élvonalába tartoznának. Ezt segítheti a KKV-knál egy októberben indult pályázati lehetőség is. Ez azt jelenti, hogy eddig mondjuk csinált a cég valamit jobbról balra, és most balról jobbra csinálja, és azzal 10%-a jobb lesz a termelékenysége, akkor az innovációnak minősül, és ilyen projekteket tudnak kis túlzással támogatni. Nyilván ennél komolyabb fejlesztésekről van szó a legtöbb cégnél. Ebben a formában tehát nem a termék fejlesztésére, az új megoldások, találmányok beépítésére adnak forrást. Ez most egy ilyen szempontból teljesen új szemléletmód, hogy ne az legyen, hogy most megint egy új terméket vagy szolgáltatást kell kitalálni, hanem a meglévő folyamatokat kell finomhangolni, javítani, és így kell termelékenység növekedést elérni. Herpán István azt mondja, a vállalkozások sokat küzdenek azzal, hogy a belső termelési folyamataikat, feltételeiket a leghatékonyabban tudják kialakítani. Azt látjuk, hogy a KKV-szektor azért elég erős kihívásokkal küzd ezen a téren. Ugye ez kifejezetten egyébként is az 50 fő alatti cégeknek szól ez a pályázat, és azt látjuk, hogy náluk van a legtöbb ilyen kihívás, amikor ilyen 20-30 fős cégeknél, amikor optimalizálni kellene a folyamatokat, digitalizálni kellene, és ebben elég erősen maradás van, és ez nagy segítség az, hogyha van hozzá pályázati forrás. Az elnyert pénzből a termelési folyamat korszerűsítése, a digitalizáció erősítése fedezhető például. Tehát ebből a termelési irányítási rendszereket, ERP rendszereket lehet bevezetni ebből a pályázatból, és ez azért is jó, mert ugye most mindenki AI lázban ég, és mindenki mesterséges intelligenciát szeretne, de az a spirálfüzeten nehezen fut el, úgyhogy jó, hogyha van valamilyen számítógépes háttér mögötte. A támogatás összege minimálisan 20 millió, maximálisan 50 millió forint lehet. Az önrész 50% vagy 30% ebben a pályázatban. A támogatás egyébként vissza nem térítendő. Újra gondolt régi ruhadarabok, divatossá tett farmerek, új szemlélet kialakítása. Ezt szeretnék elérni fiatal vállalkozók Pécsen. A textilipar az egyik legszennyezőbb ágazat a Földön, a farmergyártás például nagy mértékben áraszti el a természetes vizeket vegyszerekkel. Ezért új szemléletet kell kialakítani a vásárlásban és a divatiparban, az ötletgazdák szerint. Régi farmer kabát kerül a próbababára, majd új díszeket, feliratokat, kiegészítőket varnak ezekre a ruhadarabokra. Pécsen a Király utcai K20 elnevezésű üzlethelyiség ad otthont egy új kezdeményezésnek. A textilipar óriási szennyező a világban. Ez indította el a vállalkozást, hogy egy új szemléletet alakítson ki. A világ egyik legnagyobb vízpazarlója és hulladéktermelője. Az olcsó divat, a gyors divat hegyeket mozgat, sajnos hulladékhegyeket. A textil hulladék pedig évtizedekig szennyezi a környezetet, miközben a termeléssel rengeteg káros anyag kerül be a levegőbe és a vizeinkbe. Az újrahasznosítással
az tulajdonképpen a divat jövője az egyediségben rejlik, így most újra hasznosítani menő és trendi. Ha a vásárlók felismerik, hogy egy régi ruha nem a múlt, hanem a lehetőség, akkor a trendek is változnak, és ezt mi ezt folyamatosan követjük. Erdősi Petra azt mondja, jók a tapasztalataik. A workshopjaikon szívesen vesznek részt a nők, ahol varnak, illetve átalakítanak régebbi ruhadarabokat. Szeretik újra hasznosítani a dolgokat, mert úgy érzik, hogy tesznek valamit a bolygó érdekében. Mi is pontosan egyébként ezt tesszük, olyan darabokat kínálunk, amelynek történeteik miatt különlegesek, mégis abszolút modernek és stílusosak. Az új szemlélet kialakítása a fenntartható divat megteremtése mellett közösségépítést is végeznek a foglalkozásaikon. A visszajelzések szerint egyébként inspiráljuk őket, hogy fenntartható és tudatos, inspiráljuk őket a fenntartható és tudatos életmódra. Így a workshopjaink egyébként nem csak az alkotásról szólnak, hanem arról is, hogy közösséget építünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, eszmecserészhetünk, és jól érezhetjük magunkat. Az Erdősi Petra nevével filmjelzett Vintage Boutique Édeslányom kávéháza november 25-ig látogatható a K20-ban, amit az önkormányzat biztosít vállalkozás ösztönző programja keretében. Itt prémium, vintage és kortárs használt ruhákat, valamint kiegészítőket kínálnak, illetve szakmai workshopban mutatják be, miként is élethetnek újra ezek a holmik egy közösségi térben. A Design Pécs egyik helyszíne volt októberben a butik. Rövid híreink következnek. Baranya vármegye áramellátásának zavartalansága érdekében az E.ON Hungária csoport néhány órás áramszünettel járó hálózat bővítéseket végez az ősz folyamán. Harkányban egy nagy léptékű fejlesztés zajlik. A város templom terén a közép- és kisfeszültségű régi vezetékeket, oszlopokat újra cserélik a szolgáltató szakemberei az áramszolgáltatás minőségének javítása érdekében. Emiatt több alkalommal október 25-én, 28-án, 30-án, 31-én, november 4-én, 5-én és 6-án, valamint november 11-én és 12-én néhány órás áramszünetre kell környéken élőknek készülniük. Szentlőrincen október 28-a és 30-a, 31-ei napokon a megnövekedett ügyféligények miatt új transformátor állomást építenek az E.ON szakemberei, továbbá bővítik és fejlesztik az áramhálózatot, hogy a meglévők mellett az új ügyfelek áramellátása is biztosított legyen. Október 27-től kezdődően minden pénteken és vasárnap az induló és érkező repülők menetrendjéhez igazodva közlekedtet autóbuszokat a Tükebusz ZRT a pécsi belvárosból a Pogányi légikikötőbe. A cég közleménye szerint a pécsi főpályaudvarról induló és odaérkező közvetlen reptéri autóbuszokat továbbra is díjmentesen lehet igénybe venni, a csomagok szállítása is térítésmentes. A társaság a Pogányi légikikötőbe közlekedő autóbuszok menetrendjét úgy alakította ki, hogy az induló és az érkező járatok utasai számára a felszállást megelőző és az érkezést követő ügyintézés, valamint a csomagfeladás, podgyászfelvétel kényelmesen időben történhessen. Országos pedagógus-kutatói pályadíjat vehetett át dr. Varga Ildikó pécsi tanárnő a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől október 11-én. Az elismerést pedagógus munkája mellett pályamunkáját kapta. A tanárnő tudományos munkája egy fejlesztő és tehetséggondozó koncepcióról, a megvalósítás első 3 évéről és a megvalósítás tapasztalatairól számol be. Ének-zene tanítás, tehetséggondozás. Ez az a terület, amiért egy tudományos pályamunka sikert aratott, és elnyerte vele az Országos Pedagógus Kutatói Pályadíjat dr. Varga Ildikó, a Pécsi Jurisics Miklós utcai általános iskola ének-zene szakos tanárnője.
A pedagógus nyertes pályamunkájának címe egy fejlesztő és tehetséggondozó koncepcióról, a megvalósítás első 3 évéről és a megvalósítás tapasztalatairól. Ennek célja az volt, hogy a tantárgyal kapcsolatban létrehozzon egy olyan dolgot, ami segíti a gyerekeket a zenén belül a fejlődésben, a megismerésben és a tehetséggondozásban. Amit én kitaláltam, annak az a lényege, hogy minden gyermekre vonatkoztatható, az összes iskolatípusban használható, úgy mint általános iskola, zeneiskola, középiskola, és nem az a lényege, hogy Gyarmati Éva azt mondja, biztosan hallották már a nézők, hogy a tehetséggondozásnál a régi modell az, hogy leemelik a tehetségeket a piramis tetejéről, tehát aki tehetséges, azt próbálják azonosítani, és őket fejlesztik. Az én modellem fordítva van az ő elve alapján. Tehát az összes gyerek részese lehet ennek a dolognak, a fejlesztésnek, és ebből csúcsosodhat ki egy úgymond tehetség, aki esetleg versenyekre megy, aki esetleg pályának valami zenével kapcsolatosat választ. A lényeg, hogy nem csak zenei dolgokat segít és mér, hanem támogatja a gyereket a tanulásban, és többféle kognitív képességet fejleszt. Minden tantárgyat képes bevonni, nem csak az éneket. A gyereknek azt a készségét fejleszti, ami iránt ő érdeklődik, amiben a legjobb. A lényege az, hogy a Kodály módszer elé raktam néhány fázist, amivel kiegészítettem a Kodály módszert, ezt minden órán használjuk. És minden órán képezzük a gyerekeket, vagy képzem a gyerekeket, vagy ők képzik magukat ezekbe az irányokba. Tehát például a Kodály módszer nem foglalkozik légzéstechnikával. Nem foglalkozik beszédtechnikával, mert hogy akkor nem volt rá szükség. Tehát abban az időszakban, amikor ez létrejött, akkor ez nem volt lényegi tényező. Most viszont nagyon sok gyereknek stresszes az élete, nagyon nehéz az iskola számukra. Jó, hogyha tanulnak valami olyasmit, amivel nyugodtabbak lesznek. Sok beszéd, problémás gyermek van, sok koncentrációs. Tehát a lényeg az, és a legnagyobb dicsérete szerintem ennek az, hogy a gyerekek szívesen csinálják, és utána valami történik, amiben szintén szívesen vesznek részt. A tanárnő úgy hozta létre ezt a pályaművet, hogy más számára is járható legyen az út. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt meg tudja csinálni, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a gyerekeknek segítségképpen oda tudja nyújtani, hanem én is tarthatok esetleg ma tréningeket ebből, amit esetleg be lehet vezetni a későbbiekben iskolatípusokba. És talán ezért is kaptam a díjat, mert ennek van perspektívája, vagy legalábbis tovább fejleszthető és bevezethető. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pedagógus munkája mellett elért kiváló tudományos eredményéért október 14-én országos pedagógus kutatói pályadíjat adományozott dr. Varga Ildikó részére. A Közoktatási Elnöki Bizottság javaslata alapján odaítélt díjban 2024-ben 12 pedagógus részesült. A Komlói Színház és Hangversenyteremben rendezte vármegyenapi ünnepi közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. A korábbi esztendők hagyományai alapján Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke, és Partos János vármegyei edző adták át a kitüntető címeket. Az ünnepi beszédet dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterelnök helyettes tartotta. Komlón tartotta idei ünnepi ülését a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése. A helyszínkiválasztás nem volt véletlen, ugyanis ez a város Baranya egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Komlón az 1956-os forradalom és szabadságharc októberi ünnepköréhez időzítve történt az ünnepi rendezvény. Őri László vármegyei elnök köszöntőjében Polics József polgármester elmúlt több mint egy évtizedes városvezetői munkáját méltatta. Komló városa egy szimbolikus helyszín, hiszen Komló városát a 90-es évek nagy sokhatása, gazdasági összeomlás egy depressziós térséggé tette. Mára azonban kilábolt ebből a depressziós térségből, és egy hagyományait féltve őrző, modern európai kisvárossá vált. Én azt gondolom, hogy ilyen értemben Komlóról méltó módon tudtunk visszatekinteni a múltra és tervezni a jövőt.
A vármegye napi ünnepsége jelen volt és beszédet mondott Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettes. A politikus szerint az ünnep legfontosabb üzenete az, hogy a múlt értékeire építve lehet igazán jövőt alkotni, építeni. A vármegye nap a vármegye meghatározó személyiségeinek díjazását is szolgálja, hangsúlyozta miniszterhelyettes. Sokan kapnak kitüntetést, olyan emberek, akik hozzátettek valamit a saját életük példájával a megyéhez. És szimbolikus is a mai nap, hiszen egyrészt ma ünnepeljük az egyik leghíresebb magyar szent, Pécs II. Püspökének, Szent Mórnak az ünnepét, másrészt pedig ugye több mint 300 éve kapott címeres levelet Baranya vármegye. Ezek olyan értékek, a magyar történelemnek olyan meghatározó eseményei, és egyébként is a magyar történelemnek olyan meghatározó eseményei kötődnek Baranya vármegyeihez, amelyek túlmutatnak a megyehatáron, az egész magyar identitásunkat meghatározzák. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven átadták a vármegye kitüntető díjait. 12 díjazott vehette át elismerését. Az idei vármegyei sajtódíjat Velkovics Vilmos baranyai származású televíziós műsorszerkesztő újságíró érdemelte ki. Baranya nekem a gyökereket jelenti, ahonnan származom, ahova kötődöm, és ahova nagyon szeretek visszajönni. Úgyhogy valójában én nem is szakadtam el Baranyától. A gyerekeim 2/5 továbbra is itt él, az unokám is ide született, úgyhogy családi szempontból a legeslegfontosabb. Nagyon fontos a szellemi indulás szempontjából, hiszen itt tanultam meg azt, amiből most is élek. És hogyha meg tudom hálálni ezt egy picit azzal, amit Budapesten csinálok, akkor én ezt nagyon szeretném, és nagyon szívesen. Úgyhogy emiatt is vagyok hálás ezért a megtisztelésért, meg hogy rám gondoltak. Igyekszem meghálálni majd. Az idei évben a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése a Baranya díszpolgára címet Uzsajné dr. Pécsi Rita zenepedagógus főiskolai tanár nevelés kutató részére adományozott. Egyáltalán nem számítottam rá, és egyszerűen amíg a helyszínben is beleremegtem, édesapám és édesanyám itt ismerkedtek meg Komlón. 57-ben édesapámat ezért a pedagógiai tevékenységért rendőri kísérettel kísérték ki, és elmondták, hogy amit Pécsi elvtárs maga képvisel, az Baranya megyében soha nem lesz helye. És itt átvenni egy Baranya vármegyei pedagógiai elismerést, azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindent, jelképez is, és pontosan azt is, hogy ez nem az én díjam, tehát, hanem azoké, akiknek a vállára tudtam állni, azoké, akik tudták ezt értékelni mégis, és akikre számíthattam akkor, amikor iskolát alapítottam, amikor vezettem azokra a családokra, azokra a munkatársakra, azután azokra, akik végigkísérték, éppen a vármegyedi előterjesztőjére, Őri László elnök úrra is, aki azért abban a nehéz időkben is mindig támogatóan, hogy úgy mondjam, össze lehetett kacsintani, hogy az érték azért mégis érték. A vármegyenapi ünnepségről bővebben a Pannon Televízió Központ című közéleti magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Két teherautó és egy furgon ütközött össze péntek reggel az M6-oson, az M60-as autópálya felhajtójánál Babarc térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a ráfutásos baleset következtében olaj folyt az úttestre és törmelék szóródott szét. Szakaszosan rendőri irányítás mellett haladhatott a forgalom. A műszaki mentést a mohácsi hivatásos tűzoltók végezték el, akik a forgalom irányításában segítkeztek, emellett a kis teherautó áramtalanítását végezték el. Vasárnap kezdődik a téli időszámítás. A nyári időszámítás minden évben október utolsó vasárnapjáig tart. Az idei téli óraátállításkor pedig október 27-én vasárnap hajnali 3 órakor kell visszaállítani az órát 2 órára. Évek óta mérik és elemzik az óraátállítás körüli napok fogyasztási adatait. Ezekből úgy becsülhető, hogy az óraátállítással évente egy közepes egerméretű magyar város éves fogyasztásának megfelelő mennyiségű áram spórolható meg. A nyári időszámítás jelenleg a világ több mint 100 országában egységesen elfogadott rendszer, amellyel a helyi időt tavasztól egy órával előreállítják a helyi időzóna idejéhez képest. A régió híreivel folytatjuk.
díszsortűzzel és ágyúlövéssel is tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Fonyódon. A városi visszatekintést követően gyerekhuszárok felvezetésével vonultak át a résztvevők a Hunyadi térre, ahol elhelyezték az emlékezés mécseseit és koszorúit. 1-1-1-2-1-2-1-2-1 Az első gyermekhuszár és tüzérbandérium tagjai vonultak a Fonyódi Művelődési Házhoz, hogy a megemlékezőkkel együtt visszasétáljanak az 56-os hősök emlékművének megkoszorúzására. Polgármester úr, Domina Barnabás hagyományőrző huszárfőadnagy jelentem, a Fonyódi Gyermekhuszár és Tüzérbandérium az ünnepségre együtt áll. Kérek engedélyt a menet elindítására. Az engedélyt megadom. Értettem. A kishuszárok jelenléte már megszokott a városban nemzeti ünnepeinken. Minden nemzeti ünnepünk nagyon fontos a huszár életében, hiszen a huszár most már hungarikummá vált. És a huszár valahol a forradalom, a magyarság szabadság szeretetének tulajdonképpen a szimbóluma lett. Ezt próbáljuk a gyerekeknek is továbbadni. Ugye azért van nekünk gyermekhuszár csapatunk, hogy a gyerekek aktívan tudjanak részt venni a nemzeti ünnepeinken, megismerjék a hőseinket, az őseinket, a múltunkat, és legyenek büszkék ezáltal, hogy ők is aktívan részt vesznek a nemzeti ünnepen. A forradalom szele 1956. október 28-án érte el Fonyódot. Több száz fős tömeg gyülekezett az egykori járási tanácsház előtti téren, majd innen vonultak át a vasútállomásra, a rendőrségre és végül vissza a tanácsházhoz. Másnap, október 29-én ledöntötték az épület tetejéről az elnyomást szimbolizáló vörös csillagot. A forradalom és szabadságharc leverését követően Fonyódon is számos áldozata volt a megtorlásnak. 37 főt nyilvántartásba vettek, 7-et rendőri felügyelet alá helyeztek, 5 főt internáltak, sokan pedig külföldre emigráltak. Az emlékezők az ő tiszteletükre helyezték el a koszorúkat és mécseseket. Ezt követően a hagyományőrző huszárok díszsortűzzel az 56-os hősök emlékére tűz! Majd ágyúlövéssel tisztelegtek 56 hősei előtt. A napokban ülésezett a Tolna vármegyei aratási koordinációs bizottság. Az idei nyár extrém időjárását követően az aratási eredményekről vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke számolt be. Tolna vármegyében a napraforgó aratását már befejezték a gazdálkodók. Ebből összesen több mint 39 ezer hektáron vetettek. A napraforgó termés eredményét és minőségét is befolyásolta a hatalmas nyári hőség. Az elmúlt évekhez viszonyítva alacsony lett a termés átlag 2,98 tonna per hektár, és a minősége is kicsit rosszabb lett, 42-43%-os az olajsav tartalma a betakarított napraforgóknak, ezért sajnos a gazdálkodók negatív bonifikáció alacsonyabb áron tudták értékesíteni. Kukoricát több mint 63 ezer hektáron vetettek, 6,6 tonna per hektár átlaggal, ami alacsonynak számít az elmúlt évekhez képest. A kukorica minősége szintén nem a legjobb. A rendkívüli hőség toxin problémákat okozott. Viszont gazdálkodói szemmel úgy látjuk, hogy ez a toxin probléma az átvevők részéről túldimenzionált, a piaci ár befolyásolása végett. Ugye a toxinfertőzés a rendkívüli hőségnek betudható, viszont egész Kárpát-medencét érintette ez a hőség, de toxin probléma csak Magyarországon fordul elő, vagy toxin problémával csak Magyarországon küzdünk. A kereskedők a toxinos kukoricáért rendkívül alacsony, tonnánként 40-50 ezer forintot, míg az egészséges kukoricáért 75-80 ezer forintot fizetnének. A szója termés eredménye szintén alacsony lett. A cukorrépa esetében pedig a gyökérrothadás veszélye áll fent, ami szintén befolyásolja a minőséget. A hektikus időjárással kapcsolatos anomáliákkal együtt kell tudnunk élni. Itt technológiai fejlesztéssel, precíziós gazdálkodási elemek bevezetésével tudunk védekezni, egyre hatékonyabban és egyre azt gondolom, hogy profibb módon kell a gazdálkodóknak termelni, hogy hatékonyak tudjanak lenni. A jövőben lehetséges, hogy növényfajváltáson is el kell majd gondolkozniuk a gazdálkodóknak. A kukorica kiváló alternatívája lehet például a cirok, ami sokkal jobban tűri a szárazságot. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Segítik az innovatív vállalkozásokat pályázati forrással. Fórum a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarán.
Fenntarthatóság, divat, szemléletváltás. Csökkentenék a ruhaipar okozta természeti károkat. Pedagógus kutatói pályadíjat nyert egy pécsi tanárnő. Az elismerést az MTA elnökétől vehette át. Vármegye napi ünnepi közgyűlést tartott a Baranya vármegyei önkormányzat. Idén Komló városa adott otthont az ünnepségnek. Szombaton a hajnali pára és kötfoltok feloszlását követően az ország nagy részén túlnyomóan napos időre van kilátás. Csapadék nem várható. Vasárnap is napos idő lesz, csak kevés helyen vastagodnak meg átmenetileg a fátyol felhők. Esni továbbra sem fog. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél. A hőmérséklet hétvégén reggelente 10 és 13, napközben 20 és 23 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!